Folyamatosan járőröznek a rendőrök a Windsori kastélyhoz vezető Long Walk mentén, ahol a Fülöp herceget kísérő gyászmenet vonul majd. Ez a legmagasabb rangú királyi végső búcsú az anyakirályné 2002-es temetése óta. Edinburgh hercegét a legszűkebb család 30 tagja kíséri utolsó útjára, a Nagy-Britanniában továbbra is érvényben lévő szigorú járványügyi korlátozások miatt. Egyrésztről rendkívül szomorú, hogy nem láthatjuk a ceremóniát, még akkor sem, ha Nagy-Britannia kimagaslóan halad az átoltottsága, mondja Barbara Lee. Ugyanakkor van abban valami személyes és szép is, hogy ezúttal tényleg csak a szűk család búcsúzik. Fülöp legfiatalabb fia, Eduard herceg, Wessexi gróf, feleségével Zsófia grófnővel és első gyermekükkel, Lady Louise Windsorral, már egy nappal a temetés előtt lerótta tiszteletét az elhunyt emléke előtt. Fülöp koporsóját a Szent György kápolnába viszik egy speciálisan átalakított Land Roveren, amelyet ő maga tervezett.